Immár 5. alkalommal kerül megrendezésre a régésztábor, amelyet Csengerini Szabó Éva múzeumpedagógus vezet. A nyári foglalkozásoknak mindig a József Attila Múzeum ad otthont, ahol idén az ókori Görögország elevenedett meg, feladatokon és mitoszokon keresztül. A táborvezető elmondta, hogy játékos módon próbálja átadni a gyerekeknek a tudást. Többek között hallhattak a bronzkorról, azaz az őskor időszakáról, és a krétai, a minoszi civilizációról, valamint a háborúkról is. Leghíresebb a görög-trójai háború, perzsákkal is csatáztak, meg a görögök igen harcias nép volt, ugye a városállamok között, a poliszok között is volt sok csata, illetve ellenséges népekkel is sűrűn háboroztak. Ezeket ismerték meg a gyerekek, és hát most itt egy jelenetet a trójai háborúból, a közel 10 évig tartó trójai háborúból eljátszottunk. Ugye a kedvenc motívum, a falónak a motívuma, és hát ebbe úgy a gyerekek is belemehettek, kipróbálhatták azt az élményt, ahogy a görög harcosok, a legenda vagy a mítosz szerint benne ültek ebbe a trójai falóba, és egy csellel tulajdonképp így tudták bevenni Trója városát a görögök, és így győzték le a trójaiakat. A nyári tábor visszatérő résztvevője Kovács Zsombor, míg Tari Gergely jó barátja először tölti a múzeumban a nyári szünidőt. A fiatalok elárulták, hogy a kedvenc tantárgyuk a történelem, és nagyon érdekli őket a régészet, így örömmel vettek minden feladatot. Készítettünk egy ókori Görögország térképet, egy Knossos palotát, egy pajzsot és egy görög csisakot. Mindig úgy álltam neki hozzá, hogy egy új dolog, ilyet még életemben nem csináltam, ám bátor az ilyen foglalkozásoknál. Ez mindig így szokott lenni. És akkor, hogy inkább csináljuk meg rendesen, és azt tudni kell, hogy én ilyen aprólékos vagyok, ezért én lassan haladok a munkával. De mindig fűtött a vács, hogy készen legyek, mert akkor hát milyen jó dolgok lesznek ebből. Hát igen, készítettünk Knossoszi palotát, ókori Görögország térképet. A Knossoszi palota alatt ilyen dobozból csináltuk, és az alatta volt ugye Minotaurus, és labirintusban élt, mert Minosz az apja oda rakta be. A táborban továbbá régészkedhettek is a fiatalok, amely szintén meg annyi meglepetést és kihívást rejtegetett számukra.